A következő napokban fokozatosan melegszik a levegő, de ma is lehet már néhol 8-9 fok is. Jó reggelt kívánok az M1 nézőinek, Molnár Csilla vagyok. Ma azonban egy kicsi változékonyságra is kell számítani, hiszen tőlünk északra frontok haladnak el, és ezek közül egy meg is közelíti a Kárpát-medencét. Ettől függetlenül viszont az enyhébb léghullámok érkeznek hozzánk, úgyhogy egyre kevésbé kell már fagyra, hidegre és havazásra számítani. Így a hasonló témájú képeket is elfelejthetjük, de a napsütésről lehet nekünk nézői felvételeket készíteni. Ezeket várjuk a meteorfotokukac.mtva.hu e-mail címre. És Rozgonyi Dezső még a kicsit hidegebb pillanatról küldött nekünk képet, 60 volt, nagyon szépen köszönjük ezt a fotót. És nézzük is, hogy mi történik Európában. Alapvetően egy nagy kiterjedésű anticiklon az időalakító, nálunk is egyébként ez a magas nyomás uralkodik, viszont egy front megközelít bennünket. Markáns fronthatásra semmiképpen nem kell készülni, és túlzottan sokáig azért változékony időjárásra sem. Viszont ma napközben emiatt majd észak felől fokozatosan érkeznek hozzánk a felhők. Azért a nap nagy részében meg kihasználhatjuk a napsütést, markánsan majd inkább a késő délutáni esti órákban vastagszik meg a felhőtakaró. Estig pedig csapadékra sem kell számítani, de este elér bennünket a front csapadékrendszere. Olyan nagyon jelentős mennyiséget nem szállít magával, inkább esőt hoz, bár éjszaka előfordulhat néhol ónos eső is, úgyhogy akik közlekednek, legyenek nagyon óvatosak. Illetve északkeleten, keleten lehet havas eső is, a hegyekben havazás, de ahogy említettem, nagy mennyiség sehol sem alakul ki. Keleten lesz egyébként hűvösebb, még néhol 0 fok alatt alakulnak a csúcsértékek is. Nyugaton, északnyugaton viszont több helyen lehet, 8-9 fok. A következő napokban pedig mindenütt melegszik a levegő, és meg is nyugszik az idő. Vasárnap még reggel előfordulhat némi csapadék, de délelőtt fokozatosan csökken, szakadozik a felhőzet, és a csapadék teljesen megszűnik, úgyhogy jövő héten nem is kell az esernyőket készíteni. Végig napos időre számíthatunk, bár hétfőn és kedden még azért lesznek felettünk felhők, változóan felhős lesz az égbolt, de szerdától kezdve szinte zavartalan napsütésre számíthatunk. Kettől pedig már a 10 fokot elérheti a hőmérséklet, és az éjszakák is enyhülnek, inkább csak gyenge fagyokra számíthatunk, úgyhogy ezt a fogcsikorgató hideget elfelejthetjük. Az elmúlt hétvégén számos lavinakatasztrófa történt a szomszédos Ausztriában. Csak Tirolból szombaton 30 balesetről érkezett hír. A hegyi mentők ugyan felhívták a figyelmet a veszélyes helyzetre, erről sokan nem vettek tudomást. Valószínűleg azért, mert a hószegény szezon kezdet után sokan már nem akarták kivárni a kedvezőbb körülményeket, és felcsatolták a síléceket. De a hegyoldalon felhalmozódott nagy mennyiségű hó könnyedén megcsúszhat, és hirtelen lezúdulhat a lejjebb fekvő völgybe. A nagy tömegű, gyorsan mozgó folyam komoly sérüléseket okozhat, olykor akár emberéletet is követelhet. De mégis mit tehetünk, ha a lavina veszélyt észlelünk? Először is kiáltsunk, hogy jelezzük, bajba kerültünk. Majd próbáljunk oldalirányba haladni, hogy kitérjünk a hótömeg útjából. A felszerelésünket dobjuk el, mert ha elér minket a lavina, a nehéz tárgyak még jobban lehúznak. Próbáljunk úszó mozdulatokkal a még mozgó hó tetején maradni. Ha mégis a hóréteg sodrába kerülünk, tartsuk a kezünket szorosan a szemünk és a szánk elé, és kuporodjunk össze, amennyire lehet. A hótakaró alatt mielőbb ássunk egy kis üreget az arcunk elé, hogy lélegezni tudjunk, amíg megjön a segítség. Én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!